Lymekor, vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás. Komoly betegségeket okozhatnak a kullancsok. A leggyakoribb a Lymekor. Nem csak erdőkben, hanem kertünkben vagy a városközpontban található parkokban is támadhatnak a kullancsok. A magas aljnövényzetű kaszálatlan, cserés területeken fúródhatnak leginkább a bőrünkbe. Alapvetően Komárom-Esztergom megye viszonylag erősen fertőzöttnek számít kullancs szempontjából. Ugye a interneten fellépve meg lehet nézni ezeket a kullancs térképeket, ott is jól látható ez. Ez többek között az időjárással is összhangba hozható. Idén, mivel a tél enyhének enyhe volt, emiatt valószínűleg a kullancsállomány nagy része nem pusztult el, így idén is sok kullancsra számíthatunk. Fontos azt is megemlíteni, hogy ott, ahol állattartás van, illetve a túrázó területeken, a vadcsapák környékén nagyobb eséllyel szedjük össze a kullancsot, mivel ezek az állatok köztes gazdaként is szerepelnek. A ház körüli kertekben például a macska vagy a kisebb emlős állatok, amik nincsenek helyhez kötve, szintén köztes gazdaként behozhatják a kullancsot. Illetve fontos megemlíteni, ugye most, hogy elkezdjük a kert körüli munkákat, hogy akár a nem megfelelően alkalmazott komposztálás, illetve a nem megfelelő helyről beszerzett mulcs is tulajdonképpen áttelő helyet biztosít a kullancsoknak, és ezzel nagyobb esély van, hogy a kertünkbe megtelepedjenek ezek a rovarok. A házi orvosokhoz gyakran fordulnak kullancs csípéssel. Dr. Kreft Horváth Lórán tapasztalata szerint 10-15 csípésből 2-3 a fertőzött kullancs. A betegségek ellen lehet védekezni. Kezdeném a kullancs által terjesztett vírusos agyhártya, illetve agyvelőgyulladással kapcsolatos védekezés, ez a védőoltás rendelkezésre áll. Magyarországon kettőféle oltóanyag van forgalomban, régóta jó kipróbált szerekről van szó, mindegyiknek van gyermekek részére készített formája, illetve felnőttek részére készített formája. 3 oltást kell egymás után beadni meghatározott időközönként, majd 3 évente egy emlékeztető oltást célszerű beadni a betegnek. Mint említettem, maga a betegség nem túl gyakori, viszont a szövődményei, a kimenetele az nagyon gyakran komoly idegrendszeri károsodással, illetve szerencsétlen esetben halállal is végződhet. Ugye beszéltünk arról, hogy láttam ilyet még gyakornokként ugyan, de ideggyógyászati klinikán dolgozva 48 órán belül elvitte az idős urat a vírusos agyhártyódás, tehát igazából már segíteni nem tudtak rajta klinikai körülmények között sem. A másik, amit említettem, a jóval gyakori betegség, a Lyme-kor, ezt egy baktérium terjeszti, ugye a kullancs eltávolítása nagyon-nagyon fontos eleve, hiszen hogy a mechanizmus az, hogy először megszívja magát a kullancs, majd aztán azt a vért 24 óra elteltével valamilyen szinten, ahogy emészti a potrájába, visszaköpi az érpályába, és általában utána aztán el is távozik majd a bőrünkből. Tehát meg kell előzni, tehát amilyen hamar csak észrevettük a kullancsot, olyan hamar el kell távolítani. Lehet ezt, vannak ezek a kullancs eltávolító csipeszek, nem túl drágák, gyógyszertárakban meg lehet venni, ugye nyakánál kell megcsípni a kullancsot, és egy forgó, kifelé húzó, mint egy ilyen dugóhúzószerű mozdulattal kihúzni a kullancsot a bőrből. Mert vannak ilyen cérnás trükkök is, tehát ezeket is meg lehet tanulni, nem túl bonyolult. Az sem baj, ha időben eltávolítottuk, hogy a feje benszakadt, hiszen ha azt orvos, akár házi orvos, vagy sebészeten egy kis tűvel ezt majd ki tudja piszkálni, de az a lényeg, hogy 24 órán belül szabaduljunk meg a kullancstól. Ha a Lyme kórokozójával fertőzött a kullancs, az esetek nagy részében bőrpír keletkezik. Ilyenkor mindig forduljunk orvoshoz. Ha időben vagyunk, ez antibiotikummal jól kezelhető. Sajnos, ha elmulasztjuk, és nem veszük ezt komolyan, illetve van olyan eset azért, amikor bőrjelenséggel nem ér az első csípés, de ha gyanunk van bármilyenre, akkor viszont laboratóriumi módszerekkel, tesztekkel ki lehet ezt a Lyme kórokozót mutatni a szervezetben.
nagyon fontos akkor is, ha nincs bőrpír, és megvan a teszt, hogy pozitív, hogy akkor természetesen ugyanúgy kezelem beteget, de ha ezt is elmulasztjuk, és nem gondolunk rá, akkor komoly bajokat csinálhat rá, mert a szívizomra idegrendszerű tüneteket okozhat, tehát gyakorlatilag teljesen tönkreteti az ember életét, tehát azt mondom, hogy egészen olyan szintű mozgáskorlátozottságot, idegrendszeri szövődményt okozhat, hogy az ember lakásból sem tud ki mozdulni. Tehát gyakorlatilag egy rokkantságot is okozhat a későbbiekben, vagy egy olyan szívizomgyulladást, ami akár ritmuszavarokkal jár. Tehát szintén a hosszú távú, nem kezelt fertőzésnek lehetnek halálos szövődményei. A kullancs eltávolításával kapcsolatban sok a tévhit, semmiképpen se kenjük be krémmel, zsírral, benzinnel vagy egyéb vegyi anyaggal. Nem csak az embereknél, hanem az állatoknál is komoly problémát okozhatnak a vérszívók. A leggyakoribb az egy vérparazita, ez a úgynevezett babéziózis, ami a vér sejtes elemeit támadja meg, tehát vörös vérsejteket, fehér vérsejteket. Szövődményesen máj vesekárosodást okoz, hasnyálmirigy, illetve a szívizmot is tudja támadni toxinjai által. Ez inkább kutyára jellemző probléma, tehát macskában nem találkozunk ezzel, vagy hát a macska immunrendszere máshogy reagál ugye a betegségre. A tünetek azok nagyon sokfélék, tehát az lehetséges hányástól kezdve, hasmenésig, bágyadság, sötét vizelet, előre haladott esetekben ugye sárgaság jeleit látjuk az állaton, az mindig elég rossz prognózist vetít előre sajnos. A második betegség, amit kiemelnék, az a Lyme-kór. A Lyme-kór az ugyanaz, mint embernél, tehát mozgásszervi, idegrendszeri problémákat okoz, elsősorban ez is ugye kutyában tapasztalható betegség. A Lyme-kór ellen van védőoltás, ami aktív védettséget ad. Ha egy kutya elkapja a kort, gyógykezelni tudják. Általában tünetmentessé tehető az állat, de kikezelni nem lehet. A kullancs áthathat olyan kórokozókat is, amik máj, vese vagy hasnyálmirigy problémákat okoznak. Ezek száma 100 fölött van, a tünetek alapján sokszor a gazdi mérgezésre gyanakszik. A védekezést bőrre csepegtethető készítményekkel vagy nyakörvel oldhatjuk meg. Ha ilyennel van egy kutyus kezelve, akkor rákerül a kullancs, tehát távol tartani nem tudja, hanem a rákerült kullancsoknak a 70-80%-át elpusztítják ezek a készítmények. 100%-os védettséget nem adnak. A kullancsok a kutyáknál gyakrabban okozhatnak problémát, de a macskákat is védeni kell. Ha véletlenül azt vesszük észre, hogy kullancs van az állatban, nagyon fontos, hogy nem szabad kézzel kivenni. Tehát kullancshoz nem szabad kézzel hozzányúlni, ugyanis a Lyme-kór kórokozója az bőrseben át is bejuthat az emberi szervezetbe akár. Tehát ez egy nagyon veszélyes probléma. Csipesszel, tehát gyártanak az egyszerre többféle ilyen kiemelő csipeszt, az a lényege, hogy a kullancsnak a fejtori részét kell megfogni, tehát közvetlenül, ahogy a bőrhöz kapcsolódik, és körkörös mozdulattal, vagy jobbra, vagy balra, teljesen mindegy, csak azért kell csavarni, hogy ne szakadjon be a feje, mert hogyha húzzuk, akkor beszakad. Tekerve viszont könnyebben eltávolítható. Tehát nem szabad húzni, tekerni. Ha Lyme-kór ellen oltott egy állat és megcsípi egy kullancs, csak akkor kell megmutatni az állatorvosnak, ha a csípést követő 2-3 héten belül bágyadság, hányás vagy olyan tünet jelentkezik, ami a normál egészséges viselkedésétől eltér. Sajnos a kullancsok egyre több gondot okoznak az állatokban is. Én 12 éve dolgozom, és télen ennyi babézia fertőzés még nem volt, amióta én dolgozom, az enyhetének köszönhető. Tehát itt valószínű, hogy nagyon sok kullancs lesz. És a babéziának egy jellemzője, hogy úgynevezett ilyen transzováriális úton, tehát ha egy babéziával fertőzött kullancs petéket rak, akkor azok fertőzött peték, és már mind úgy kell ki, hogy babéziával fertőzött. Tehát mondjuk, ha egy babéziával fertőzött kullancsok 300 petét,
akkor az abból kikerülő 300 kullancs már babézia terjesztő. A Lyme-kór szerencsére ritkán fordul elő. Az állatorvos azt tanácsolja, állatainkat folyamatosan védjük a kullancsok ellen, mert a vérszívók télen is aktívak maradnak. A másik megoldás, ha séta után vagy napi szinten átnézzük a bundájukat. Bár sokszor nehéz észrevenni a kullancsot, vannak kisebb méretű fajok, és gyakran a lábujjak között vagy a bőrredőben bújnak meg. Tehát fontos a megelőzés embernél, állatnál egyaránt. Ha túrázni megyünk, zárt ruházattal és riasztósprével is védekezhetünk. Azonban utána a kullancsvizit sose maradjon el.